Ezt az eszközt kapta egy alapítványtól a Pécsi Gyermekklinika. Ez egy olyan sebészeti vágóeszköz és érhegesztő, amivel kisebb vérzés, rövidebb ideig tartó beavatkozás érhető el. Így a gyógyulás ideje is lerövidül. Egy komplikált féregnyúlvány gyulladás műtéti laparoszkópos ellátása közben is tudjuk használni ezt az eszközt a megfelelő hozzátartozó kézi darabbal, de természetesen nagyobb hasi műtétek, mellkasi műtétek, vagy akár említhetnék nyílt műtéteket is, azoknál is tudjuk használni ezt az eszközt. A legnagyobb magyar tulajdonú bank alapítványa segített az eszköz megvételében, beszerzésében. A Covid időszakban a bank óriási szerepet vállalt abban, hogy az egészségügyi dolgozókat és az egészségügyi intézményrendszert megtámogassa abban, hogy minél hatékonyabban tudják ellátni a feladataikat. A Covid elmúlt 3 évében a bank minden évben több 100 millió forintot ajánlott fel az alapítványon keresztül, és az idei évben az egyik kiemelt támogatott intézmény itt Pécsett a gyermekklinika lehetett. A most átadott eszközök 4,5 millió forintba kerültek. Olyan intelligens vezérlőrendszer van bennük, ami érzékeli az adott szövetek tulajdonságait, így azok átvágásához beállítja a szükséges erőt. Az érhegesztő pedig segít az ereg gyors elzárásában, így rövidebb lesz a műtét ideje. Ez pedig a szövődmények elkerülését, gyors gyógyulási időt eredményez.